Az ősz a vadételek szezonja, ezért vörösboros szarvasragút készítünk egy kis vargányával és petrezselymes újburgonyával. Következő videóban mutatom az elkészítését. Az első és legfontosabb, hogy minőségi húst válasszunk. Én most egy kockázott szarvast hoztam, de semmilyen csontot és szilánkot nem tartalmaz. Szín, hús a termék, gyönyörű szépen tisztított, és gyönyörű ételeket lehet belőle készíteni. Pörkölt alapot készítünk a szarvas ragunkhoz, finomra vágjuk a hagymát, kevés zsíradékon. Én javasolnám, hogy tényleg állati eredetű zsírt használjunk, nem pedig étolajat. Minden magyaros ételnek a lelke a zsíradék. Sertészsír, libazsír, éppen kinek milyen van otthon. Elkészítjük a pörkölt alapunkat, meleg zsíradékon hagymát fonnyasztunk, nem szabad sajnálni alóla. Én a hagymával a fokhagymát is hozzá szoktam adni. Ahhoz, hogy tartalmas és jó ízű szaftunk legyen, a hagymát érdemes többször zsírjára visszapirítani. Mit is jelent ez? Megvárjuk, amíg a hagyma a saját víztartalmát kiengedi, majd vagy vízzel, vagy alaplével, kinek mi van otthon. Kicsit pótoljuk, hozzáöntünk, megint megvárjuk, hogy elpárologjon róla a folyadék, és ezáltal sokkal krémesebb, sokkal szaftosabb lesz az alaptermékünk. Miután a hagymát elkészítettük, hozzá fogjuk dobni a paprikát és a paradicsomot. Szépen összepirítjuk őket is. Vad lévén nagyon illik hozzá a kakukkfű is. Pörkölt alapunk az egy kis fűszer paprikát fogunk rakni, majd még egy kis alaplével húzzuk fel az alapunkat. És akkor most belehelyezem a húsokat. Szeretek nagyobb darab húsokkal dolgozni, ez alatt mit értek? 2-2,5x2,5 cm körülbelül a kocka méret nagyon mutatós tud lenni, hogyha ilyen nagyobb kockákból készítjük, vagy a ragút, vagy a pörköltet. Megvárjuk, hogy a húsunk egy kicsit lepiruljon, és következő lépésként bele fogunk rakni most egy száraz vörösbort és vargány a gombát. Kockázva megtalálható a Matuszvad kínálatában. Ehhez a 2 kg húshoz körülbelül egy 10-15 dekányi gombát javasolnék. Aki jobban szereti a gombát, rakhat bele többet, de számolni kell azzal, hogy a vargány a gomba elég erőteljesen gombaízű. Szóval egy mosás után mehet bele a pörkölthöz, majd fölöntjük vörösborral. Ehhez a 2 kg mennyiséghez, amivel most készülünk, körülbelül egy 1,5-2 deci bor bőségesen elég. Amikor fél puha már a húsunk, akkor adjunk hozzá. Ehhez a 2 kg mennyiséghez, amivel most készülünk, körülbelül egy 1,5-2 deci bor bőségesen elég. Vargányás szarvasragunk köretének egy petrezselymes úrburgonyát álmodtam meg, saját matuszados termékünkből, egy előfőzött, 100%-ig tisztított termékről beszélünk, kiváló kényelmi termék. Én az apróbokat szeretem egyben hagyni, a nagyobbakat pedig félbevágjuk, könnyebb lesz majd fogyasztani, jobban mutat, esztétikusabb a tányérom. Nem vajjal indítom az étel köretét, hanem olívóolajjal. Magasabb hőfokon ég, nem fog a vaj megkeseredni, hogyha vajjal indítanánk, akkor ezt is kerülne elérni vele. Én egy kicsit átpirítom ezen az olajon a burgonyánkat. Lehet sózni, borsozni. Ajánlom, hogy frissen őrölt borsot használjunk. És amint úgy ítéljük meg, hogy kellő szín sült a burgonyánkra, akkor fogjuk hozzárakni a hideg vajat. Látszik, hogy azonnal a meleg serpenyőtől, a meleg hőtől a vaj elkezd olvadni. Nem baj, ha egy kicsit megbarnul, de vigyázzunk rá azért, hogy ne égjen meg a vaj, mert akkor azért egy kesernyés íze tud neki lenni. Frissen vágok hozzá egy kis petrezselymet. Szeretem egy kicsit durvábbra hagyni, és mehet hozzá a burgonyához. Összeforgatjuk. Hamarosan elkészül a szarvas ragunk. Otthon lehet villantani egy kicsit. Egy nem mindennapi alapanyaggal, Nameco gomba, mini gombák, és esztétikailag a tányérunkat a tálaláskor nagyon jól föl fogja tudni dobni. Kevés olajon és vajon le fogjuk pirítani. Sózzuk, borsozzuk. Kevés frissen őrölt borsa. És igazából ennek a picike gombának tényleg annyi elég, hogy egy másfél percig ezt megpirítjuk. Kevéske vajat adunk hozzá, gazdagítjuk vele az ízét. Elkészültünk a vörösboros vargányás szarvasragúval és a petrezselymes újburgonyánkkal. Nincs más hátra, mint hogy tálaljuk meg ételünket. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, kövessetek minket, és egy kattintás után szállítjuk az alapanyagokat.